Sziasztok! 22 magyar borvidéket bemutató sorozat indul, pontosan ezzel a résszel, itt Tokajhegy alján. Miért izgalmas itt bort készíteni? Mi a jövőkép és mi az a rettenetesen nagy múlt, az a hagyomány, amit hoz magával tulajdonképpen ez a terület? Ennek járunk most utána. Kövessetek, nézzétek meg egy picit közelebbről velem a Tokaji borvidéket. Első állomásunk Bodrog-Kisfalud, ahová azért érkezünk, hogy megismerjük a Tokaj-hegy alján termeszthető szőlőfajtákat. A legalkalmasabb személy, hogy bemutassa nekünk, nem más, mint Molnár Péter, a hegyközség elnöke. Úgyhogy szia Péter, nagyon sok szeretettel köszöntelek. Igen, egy fantasztikus tájon állunk, közel 1000 éve zajlik szőlészkedés ezeken a hegyeken, az Emkény déli lejtőin. 6 engedélyezett telepíthető szőlőfajtánk van, amelyből kiemelkedik a furmint, amelynek az első írásos említése 1611-re tehető. Azért fontos, mert az őseink nagyon okosan meglátták azt, hogy olyan fajtákkal kell tudni dolgozni, amelyek ezt a klímát bírják, ezeket a dombokat szeretik, ezt a geológiát, ezt a talajt. Tehát akkor a furmint, a házslevelű, a sárga muskotáj, a zéta, a kabar és a kövérszőlő. Ha ezekből készül bor, akkor kerülhet tokaiként palackba. Nagyon szépen látszik, ahogy a pára tulajdonképpen szinte szálaköd, szitálaköd, és ennek egy nagyon fontos jelentősége van ennek az időjárási időszaknak, ennek az ősznek tulajdonképpen, ugyanis itt nem csak a késői születekre gondolok, hanem hát ugye a Tokaj koronájára, tulajdonképpen az aszúra is. Hogyan is kapcsolódik ez pontosan? Egy nagyon speciális makro- és mikroklíma együttállás van itt Tokaj-hegy alján, alapvetően száraz fekvésű, viszont a két folyó miatt, a Bodrog és a Tisza közelsége miatt a reggeleink mindig ilyenek. És 9-10 óra környékén süt föl a nap, amikor eltűnik a köd, és aztán gyönyörű, napfényes, verőfényes idő van, általában kicsit széllel. Azért fontos ez a kettősség, mert a botrytis, amely megtelepszik tulajdonképpen, az a szürkepenész, amely megtelepszik a szőlőbogyókon, elindítja az aszusodás, a nemes töppedés folyamatát, viszont ahhoz, hogy a gomba túléljen, nagyon fontos a pára, a nedvesség, de ahhoz, hogy töppenni tudjon, fontos a nap és a szél munkája. És ez a kettősség zajlik napról napra, és ez adja meg a lehetőségét tulajdonképpen az aszusodás folyamatának. Annak ellenére, hogy van 6 engedélyezett szőlőfajta Tokaj-hegy alján, valójában a sárga muskotájjal, a furminttal és a házslevelűvel találkozunk zömében, azokban a borokban, amiket egyébként eljutnak a borkedvelőkhöz, a borfogyasztókhoz, a gasztronómiába, az éttermekbe és a többi. 60% a területeinek furmint, mintegy 20% a házslevelű, 8-10% a sárga muskotáj, és az összes többi fennmaradó részen osztozik a maradék 3 fajta. Ugye egy száraz tavasszal indult az év. A második felében egy csapadékosabb periódussal folytatódott. Én azt mondom, ez egy klasszikus évjárat. A régi tradíció szerint október végén volt a szület kezdet, természetesen már ez már korábbra torulódott, tehát a száraz boraink születe, száraz borainkhoz szedett szőlő születe szeptemberben megtörtént, ezek a borok jellemzően kísérletek, és most zajlik tulajdonképpen a késő születelésű és az aszú szedése. Szerintem az egyik legfontosabb része annak, hogy milyen bor születik a végeredmény szempontjából, és persze a hosszan érlehetőség szempontjából, az nem más, mint a szület időpont megválasztása. Hogyan választjátok meg azt a napot, hogyan állapítjátok meg, hogy mikor induljon a szület, mikor kezdődjön a szület? Ennek egyetlen egy útja van, ha a szőlőben élsz. Tehát napról napra járjuk a szőlőinket, mind a 7 dűlőnkben megfordulunk napi szinten, és értjük, hogy mi zajlik. Hogy folyamatosan kóstolod a szőlőt, adja magát, hogy mikor kell szedni. De egy picit térjünk rá a borászati részére, hogyan is néz ki borászatilag, onnantól kezdve a dolog, hogy a szőlő bemegy a feldolgozóba, úgyhogy ha megtennéd, hogy megmutatod nekünk a borászatot, akkor szuper volna. Az aszuszegemeket a szület folyamán folyamatosan napról napra gyűjtjük ebben a tartályban, és amikor befejeztük az aszuszemek szedését, készítünk egy gazdag alapbort. Az alapbort erjeszteni kezdjük, és amikor a legzajosabb erjedésben 6-8% alkohol környékén tart, akkor az áztató tartályba fölemeljük az aszuszemeket, ráöntjük az alapbort, és egy másfél napos áztatás követően kipréseljük nagyon kíméletesen. Így készül a tokaji aszú. Hogy is van ez, hogy akkor van egy gönci hordónk, ugye 136,6 liter, és az ehhez adott aszú szem mennyisége határozza meg a puttony számot. Tehát ugye a születelő kádba egy gönci hordónyi alapbort beleöntöttek, és attól függően, hogy hány puttonyi aszú szemet mértek hozzá, 5 vagy 6 puttonyos lehetett a tokaji aszú, ugye ezt áztatták, ilyenkor ez a teljesen töppet szem újra fölveszi a bort, rehidratálódik, és ezt hívjuk aszú tésztának. Ezt nagyon nehéz
hagyományos módszerekkel préselni, régen frappésben nem tudták préselni, tehát zsákokba rakták és kitaposták tulajdonképpen az aszúvót, mi természetesen a minőségbiztosítás keretein belül korszerű sabálógépekkel préseljük. És ha végbe megy az erjedés, akkor utána következik a hordós érlelés, ami mindjárt megnézzünk, ugye? Remélem megmutatod. Így van, megnézzük, hogy érleljük a bogarakat. Beszéltünk arról, hogy hogyan készül az aszú, de mondd el kérlek, hogy akkor itt a pincében tulajdonképpen csak aszú van és szamorodni. Mi a szamorodni és az aszú közt a legfontosabb különbség? Szőlészetileg dől el alapvetően már a két bornak az életútja. Amikor szamorodnit, illetve késői szüretet szeretnénk készíteni, akkor olyan fürtöket válogatunk a szőlőültetvényben születkor, amelyben aszusodott, félig aszusodott szemek is találhatóak, és ezeket a fürtöket egyben feldolgozzuk. Tehát tulajdonképpen már az aszú ízvilága érezhető a borban, nagyon fontos ezeknek a boroknak is természetesen az érlelése. Ugye a szamorodnál van egy kötelező érlelés minimálisan fél év fahordóban, a késő szüretnél nincs ilyen megkötés. A tokaj aszú készítésénél, ahogy az előbb is láttuk, ugye szemenként válogatjuk ki a nemesen többet, tökéletesen betöppett aszú szemeket, ezeket összegyűjtjük a szület végé, és elkészül az aszúbor, és a kipréselt aszúbor az eredés követően, vagy már az eredése is akár lekerülhet a pincébe. A tokaj aszú a világ egyik legjobban érlelhető bora, hatalmas érlelési potenciál rendelkezik. Nem szabad megfeledkeznünk a zempléni tölgyről, egy nagyon fontos része tulajdonképpen a hegyaljai borkészítésnek az a kádárüzem és a kádár tevékenység, amit zajlik, és hát egyfajta, egy kis hírnökként és egy kis nagykövetként is megy a világba a zempléni tölgy, nagyon sok világhírű pincében érlelnek zempléni tölgyfahordóban borokat. 10 zempléni tölgyel dolgoztok? Természetesen, mi sok mindent kipróbáltunk, és úgy döntöttünk, hogy több ok miatt, egyrészt a minőségünk, másrészt pedig a regionális gondolkodás miatt is nagyon fontos, hogy zempléni tölgyet használjunk. A hordó a mi ízlésvilágunkban és szakmaiságunkban mindig a hátteret adja az eleganciát. Tulajdonképpen mi fűszerként kezeljük, mint egy finom parfüm, az ember érzi, hogy ott van, de nem nyom el semmit, sem a fajta karaktert, sem a termőhelyi karaktert a borban. Kóstolunk végre? Abszolút. Szuper, menjünk. Tokai borok elképesztő összetettségét részben, vagy nagy részben tulajdonképpen a talajdiverzitásnak köszönheti. Itt most 3 különböző talajmintát láthatunk kitöltve, vagy hát ezekben a kis edényekben elhelyezve. Alapvetően a lösz, a nyiroktalaj és a piroxélandezit, amit itt látunk, de ez mindösszesen 3 abból a több száz talaj féléből, talaj verzióból, amin ezek a szőlőtőkék növekednek, és ahonnan tulajdonképpen ezeket a klasszikus ásványos aromákat magukba gyűjtve később kifejeződésre juthatnak a borokban. Pár szót beszéljünk azért a pezsgőről, mert országosan reneszánszát éli, és Tokaj-hegyalján is egyre jobb italok születnek, hogy nálatok is van pezsgő, mert tudom, hogy furán hangzik, de miért készül tulajdonképpen pezsgő? Egy pár kollégával együtt mi 2009-ben újraélesztettük ezt a hagyományt. Azt gondoljuk, hogy egy nagyon jó eszköz, egy jó metód tradicionál pezsgő arra, hogy be tudjuk mutatni a buborékokon keresztül és az érlelésen keresztül is, hogy hegyalja mennyire egyedi termőhely, terroár. Az alapbor másodlagos erjedésen megy keresztül, aminek hatására buborékok születnek, ebből adódóan egy nagyon finom, a szájban egy krémes felhabzás az, ami jellemző, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy ez egy nagyon-nagyon jól elkészített pezsgő. Köszönöm. Bodrog Kisfalud után, ahol a fajtákról beszélgettünk, most a festői bomboly dűlőben sétálok, és itt fogjuk megnézni a naplementét is Szilágyi Lacival, akit egy kicsit arról kérdezek, hogy ő hogyan látja a 2020-as évjáratot, mik a tapasztalatai és mit várunk tőle szárazban és édesben egyaránt. 2020 nagyon csapadékos év, egész évben a tenyészidőben sok csapadékot kaptunk, közel 700 mm-t, és szeptember végén tudtuk elkezdeni a szüretet. Itt is több ütemben érkezett csapadék, de megtaláltuk azokat az időablakokat, ahol a szárazborokat le tudtuk szüretelni. Inkább szárazboros évjárat, vagy inkább édesboros évjárat szerinted? Vagy nektek? Azt gondolom, hogy mind a két irányba meg lehet találni a választ. Óriási különbségek tudnak lenni, elsősorban kitettség szempontjából, talajtípus, tengerszint feletti magasság. Tehát, hogy itt 260 méterre vagyunk a tengerszint felett. Így van. Az altalaj pedig?
Ez egy riolit tufa, egy vörös agyaggal kevert riolit tufa, nagyon gazdag ásványos borokat tud adni. Én úgy látom egyébként, hogy a fogyasztók szempontjából talán a legfontosabb az, hogy nagyon jó minőségű bor legyen a palacban. Igen. Talán inkább másod-harmadrendű a dűlő. A dűlőt igazából szakmai oldalról mi értékeljük és szeretjük, de az fontosabb, hogy a palacban könnyen iható, jól fogyasztható és gasztronómileg nagyon széles körön felhasználható borok kerüljenek palacba. És hogy az annak működnie kell úgy is, hogy mit tudom én, 7 hetet utazott egy konténerbe a valamelyik ázsiai országba ez a bor, és kinyitja, és 2 év múlva kinyitja valamelyik étterembe valaki, és az ott úgy működik. Nekünk nagyon fontos az, hogy a szakma az foglalkozzon a tokai borral, és bemutassa az embereknek. Közösségi borászatban vagyunk, itt a Tokajhegy alján. Ez az első üzem, ami létrejött, Hercegkúton vagyunk. 2 másik is azóta már üzembe állt, Bodrog Kisfaludon és Táján. És gyakorlatilag az összes hegyközségi tag, aki a borvidéken tevékenykedik, az lehetőséget kapott arra, hogy nagyon magas minőségben feldolgozza és elkészítse a borát ezekben az üzemekben, amelyik legközelebb esik az ő szőlőjéhez. Ez ugye azért nagyon fontos, mert azoknak a borászoknak és borászatoknak ad technológiai lehetőséget, akinek adott esetben az anyagi lehetőségei nem terjednének odáig, hogy saját feldolgozót építsenek vagy tartsanak fönn, viszont így ideális körülmények között történhet meg tulajdonképpen a szőlőfeldolgozása és hát a bor készületének, előkészületének első lépése, igaz? Igen, abszolút így van. A borászat nagyon komoly beruházási igényeket támaszt, és erre ez a közösségi kezdeményezés az egy fantasztikus lehetőség. Nagyon fontos, hogy ahhoz, hogy nemzetközi szinten értelmezhető és értékesíthető borokat tudjunk készíteni, ahhoz muszáj ilyen csúcs technológiát alkalmaznunk. És egyszerre 3-an tudnak itt dolgozni? Tehát így van, így van. A másik 2 üzemben 5 prés van. Nagyon komoly logisztika van akkor emögött, hogy melyik gazda hol milyen tartályt használ, éppen igen, nem használ. Ez egy nagyon jól átlátható rendszer így. És köszönjük szépen, Laci! Köszönöm én is! Tegnap a Bomboly dűlőben ért minket a naplemente, a mai reggelt pedig már Mádon kezdjük, egy iszonyatosan igéző épületben, és mondhatnám kúriában, és itt fogunk beszélgetni Újvár Viviennel arról, hogy hol is vagyunk, és hogy miért ennyire emblematikus ez az épület, és aztán persze megnézzük, hogy honnan jönnek a szuper borok, és meg is kóstoljuk őket, úgyhogy hagyj köszöntsenek, Vivi, szia, köszönjük szépen. Szia, Matyi. A szíves látást. Körbevezetsz minket, egy picit meg elmondod, hogy miért ennyire fantasztikus, meg egyedülálló ez a hely. Így is van, először is örülök, hogy itt vagy ma velünk, és itt vagytok velünk. Ez egy 16. századi Rákóczi Aspromont kúria, a Rákócziak építették, és 2015-ben került restaurálásra a Barta család által, és ahogy említetted, teljesen korhűen próbálták restaurálni. Na, beszélgessünk egy picit a borokról. Azért ezt nézzétek meg, ez fantasztikus ez a környezet. Itt állunk most az Öreg Király dűlőben, ami... 1280-as években említették először írásosan, és minden egyes klasszifikációban első osztályukként volt megjelölve. Szóval azért ez sem egy tegnapi terület, de azért volt egy időszak, amikor ezt benőtte nagyjából a Jinja, és ahhoz képest kellett nektek körülbelül újra telepítenetek, igaz? Igen, így van, az 1960-as években inkább tömegtermelés volt jellemző az országra, és ugyanígy ezt a magasan fekvő területet teljesen kivágták, azt képzeljétek el, mert ugye nem volt, nem szerettek volna minőségi termelés, nem volt alkalmas a terület a tömegtermelésre. Hatvárom fokos a dőlészök, és jelenleg 343 méter magasan vagyunk. Aha. Itt sétálgatunk, és aztán pedig lemegyünk, és megkóstoljuk, hogy milyen borok születnek ezen a fantasztikus termőtájon. Mm.
nyilvánvalóan a bor különlegességek, a szamorodni, az aszú az, ami mindig is Tokajt nagyjá fogja tenni, unikálissá, egyedivé. Uh-huh. De azért keresik a szárazborokat a fogyasztók, ez teljesen egyetem, és azért egy olyan nagyon, nagyon egyedi karakterével, nagyon magával ragadó terroárjával azért olyan borokat tud adni, mint amilyen most is van a pohárban. Ugye már beszéltük, hogy egy erre a szőlőfajtára dizájnolt pohárból kóstolunk, azért ez egy tök jó dolog. Igen, maga a pohár az 2015-ben jelent meg, és hogyha már felhoztad a kőzettant, akkor én mutatok is neked kettő követ, mindegyik riolit tufa, és egyébként őt úgy hívja a népnyelv, hogy majomagy, mert mikor kitölt a vulkán, akkor a láva nagyon gyorsan megszilárdult, és ilyen kis buborékok, maga a kő is egy ilyen buborék formájú maradtak benne, és ezáltal nem tudtak kiszögni a mérges gázok. És akkor zömében az öreg király dűlőben ez az altalaj, tehát ezt lehet mondani, hogy ez viszonylag homogén? Uh-huh. Igen, így van, zeolit, meg ugye látjuk azt is, hogy vöröses a színe, tehát vörös a gyag. Ezért azt hogy kérdezem meg, hogy számodra mi a legfontosabb, miért szeretsz igazán hegyalján borászkodni? Számomra az aszú. Tehát, hogy az aszú az, amiért ugye én nem innét származok eredetileg, hanem a badacsonyi borvidékről. A Bodrog és a Tisza közelsége, a pára és az az egyedi mikroklíma, mezoklíma inkább így mondanám, ami jellemzi a borvidéket, ez egyedülálló. Nekem nagyon jó azt kóstolni, hogy ez nem egy ilyen klasszikus, rusztikus, régi vonalas aszú, hanem egy modern, mindenki számára, ha tetszik, érthető, könnyen fogyasztható, de mégis rettenetesen elegáns és nagyívű bor. Gratulálok hozzá. Nagyon szépen köszönjük. Itt esetleg még annyit szeretnék hozzátenni, hogy a mikroklíma mellett még ott van egy évszázados hagyomány is, egy tradíció, és valóban az a nagyon fontos manapság, hogy ezt a tradíciót, nincs tradíció újítások nélkül, tehát hogy egy kis technológiai újítást, egy kis modernitást úgy gondolom, hogy bele kell vinni az aszú készítésbe ahhoz, hogy a mai elvárásoknak is megfeleljen egyrészt, meg hogy mi is fejlődjünk folyamatosan, hogy hozzátegyünk ehhez a tradícióhoz valamit. Nagyon fontos, amit elmondasz, mert ez tulajdonképpen egy olyan szemléletváltás, ami a gasztronómiai felhasználhatóságát is jelentősen befolyásolja az aszunak. Sokkal szélesebb körülön lehet felhasználni, ételek mellé párosítani adott esetben az aszut, ami nyilván önmagában is hatalmas élmény, de hogy ezzel együtt egy hihetetlen összetettséget tud tányér és pohár között alkotni. A borok három legfontosabb kategóriája közül az elsőhöz, tehát a száraz hegyaljai borokhoz kiváló választás lehet egy bőrén sült fogasfilé, a másodikhoz, a késő ízszületelésű borokhoz, illetve az édes szamorodnikhoz remekül párosítható egy hidegen vagy melegen készült kacsa vagy libamáj, illetve a Tokaj hegyalja koronájának is számító aszuk mellé nagyon bátran javaslom ezt a karamellel készült sajtortát. Nagyon köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, szuper, hogy badacsonyi lányként is hegyaljában látod a fantáziát, nem sokára ellátogatunk oda, és ott is igazán izgalmas borokat fogunk kóstolni. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, ha időtök engedi, nézzétek a következő adást is, amelyben az Etyek-Budai borvidéket járjuk körbe.